szoros kapcsolatban állt Labanc Ferenccel, a Katani csoport volt operatív rendőrtisztjével is, akivel egy játékfilmen dolgoztak. Köszöntöm Sándor Istvánt és Labanc Ferenc urakat. Műsorvezetőtársam Valencsik Szép Ferenc lesz. napot mindenkinek! A műsor ideje alatt kérdezhetnek vendégeinktől, valamint elmondhatják véleményüket a 210-55-40, valamint a 210-55-42-es telefonszámon. Kezdésnek nézzünk akkor meg egy rövid bejátszást. Kérem a technikus kollégákat, hogy indítsák el az első összeállításunkat. Sándor István a 90-es években nyugdíjazásáig az azóta felszámolt központi bűnüldözési igazgatóság operatív tisztje volt. Papa Fedő néven beépült az alvilágba, és a budapesti robbantásokról és az azokkal összefüggő olajügyekről gyűjtött adatokat. A nyomozó szerint a politika átszőtte az olajüzletet, és állította, hogy 1000 milliárdos kár keletkezett a 90-es években olajszűkítésből. Sándor többször is maffia kapcsolatokkal vádolta meg a rendőrségi vezetők egy részét is. Szerinte emiatt történt az, hogy Pintér Sándor belügyminiszterré való kinevezése után az úgynevezett Tonhauser brigád tagjait letakarították a pályáról. Nekünk egy bűnünk van, hogy nem álltunk be a sorba, a bűncselekményt elkövetők sorába, és nem kötöttünk alkut a maffiával. A fővárosi ügyészségi nyomozóhivatal hivatali visszaéléssel és vesztegetéssel gyanúsította meg, 2000. október 29-én vették őrizetbe, egy nappal azelőtt, hogy vallomást tett volna az Országgyűlés Olajbizottsága előtt. A 600 ezer forintos pénzbüntetésre ítélt Sándor 6 hónapot töltött előzetesben, 2005. decemberében a legfelsőbb bíróság az összes vád alól felmentette. Ügyében a dokumentumokat 85 évre titkosították. Az üggyel kapcsolatban egy újságíró megjegyezte, ezzel alig hanem az életét mentették meg, mert ha a dokumentumokat nem titkosítják, akkor magát az ismeretek birtokosát kellett volna eltüntetni. Önök szerint mi állhat a fizikai erőszak hátterében? Miért verhették meg Kármán Irént? Most valójában több variáció is van, vagy verzió felvetődik, legalábbis részemről, hogy miért. Én igazándiból ezt az úgynevezett olajos történetet nem zárom ki, de nem is erősítem meg, mert már ez rég történt, tehát tavaly megjelent a könyv. Most már nincs súlya annak, amit tartalmaz a könyv. Tehát gyakorlatilag azokra nézve, akik szerepelnek a könyvbe, azokra nem jelent már semmilyen veszint véleményem szerint. De természetesen nem zárhatjuk ki azt sem, hogy mégis valamilyen oldaláról ez visszaköszön. Jó, de akkor miért az újságírót verték meg? Miért nem önt lőtték fejbe, vagy Labanc urat? Nem értem, hogy miért az újságíron verték el a port? Ezért nem látom én ezt teljes összefüggésében, hogy miért itt kezdték, miért nem rajtunk, akik gyakorlatilag az okozói vagyunk ennek a történetnek. Az információk? Mert a újságíró csak leírta azt a történetet, amit mink elmondtuk. De mondjuk az is nagy baj, ha leírja az újságíró, mert amit csak mi tudjuk, addig nálunk van az információ, de már mikor egy újságíró leírja, akkor az már szélesebb körbe ismerté válik. Igen, csak célszerű lett volna előtte, a könyv megjelenés előtt közbelépni az ismeretleneknek, hogy akkor a könyv ne jelenjen meg. Hát igen, mondjuk ez lett volna észszerű. Labanc úr, mi a vélemény erről? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, és tényleg csak vélemények vagy feltevések lehetnek, amit gondolhatunk. Egy biztos, hogy frissen valami olyan érdekek sérültek, amik komoly indulatokat gerjesztettek. Ezt kell kikutakodni valamilyen formában, hogy mi volt az utolsó hajszál, ami bizonyos oldalakat erre a brutális és tényleg maximálisan elítélendő cselekményre ösztönözték. Tehát nagyon, nagyon, nagyon nehéz, mert egy olyan emberről beszélünk az Irén személybe, aki ezt gerjeszti. Tehát ő nem ül a babérjain, nem elégszik meg részeredményekkel, megy előre, és ahogy rágja bele magát a történetek mélyére, úgy gerjeszti az indulatokat. Az egyik kereskedelmi televízióban láttam a napokban egy reggeli műsorban, és ott sokat sejtetően rendőri vonalról, rendőri beütésről nyilatkozott az ügyben. Kifejteni, mire gondolt konkrétan? Igen. Tehát a rendőr, miért rendőrös ez a történet, meg egyáltalán miért kell, hogy érintve legyen a rendőrség?
Először is akár az olajügyekkel kapcsolatban, akár más ilyen mafiaszerű történetekben két dolog mindig megvan. A politika és a rendőrség valamilyen közrejátszása a csúnya fiúk mellett. Na most innentől kezdve, hogyha egy ilyen embert, aki ebbe kutakodik, rettenetesen összevernek, és előtte hónapokkal fenyegetik, előtte hónapokkal már bűncselekményt hajtanak végre a sérelmére, feltételezni az ember, mivel nem buta emberek vannak a másik oldalon, tehát a rendőri oldalon, feltételezni az ember, hogy ez egy erős vagy egy erősebb odafigyelést indukál a bizonyos részegységeknél. Magyarul, hogyha én tudom, hogy XY-t valakik meg akarják majd félemlíteni, valakik valami csúnyát akarnak vele végrehajtani, akkor odafigyelek. Ergo, valamilyen formában egy védőhálót, vagy egy védőburkot képzek köré, vagy legalábbis egy olyan információs védelmet rakok köré, amit, hogyha áthágnak, akkor tudom, hogy honnan akarnak bántani, vagy honnan akarják megközelíteni. Ezt hiányolom, tehát ezért mondom, hogy mindenféleképpen valamilyen formában egy ilyen elnéző, hadd legyen, ami legyen című történet van. Azt látom, nem ért egyet Sándor úr ezzel a verzióval. Én nem értek ezzel a verzióval együtt, már csupán csak azért sem, mert az, hogy rendőrszaga van ennek a történetnek. Hát nem értem, hogy miért lenne rendőrszag ennek a történetnek. Egy, fenyegettél az Irint, fenyegettek, nem fenyeget más. De senki nem ment oda a rendőrségre, hogy kérem, én életveszélyesen meg vagyok fenyegetve, védelmet kérek a rendőrség. Miért nem ment oda az őrség, hogyha életveszélyesen megfenyegették? Ha más nem, lehet olyat is kérni már manapság, hogy kérem, hallgassák le a telefonomat folyamatosan, hogy kik azok, akik engem hívnak vagy zaklatnak. Ez is egy védelem, mert akkor vissza lehet keresni, hogy adott időben kik voltak azok az emberek, akik engem telefonon éppen megkerestek, mert általában ezek az emberek számkijelzés nélkül szokták a hívásokat indítani. De azt tudni kell, ennek ellenére a rendszer tudja, hogy ki hívta a állomást. Amit a Feri mond... De akkor Kálmán Irén miért nem tett semmit? Na jó, hát ezt talán tőle kellene megkérdezni, mert erre én helyette nem tudok válaszolni. Tehát én ezért most nem akarom a rendőrséget védelmebe venni, de mégis azt kell tennem, mert szerintem ez nem igaz a rendőrség szempontjából, Feri. Én így látom. Tehát természetesen mindenkinek lehet más véleménye. Lehet ezt a brutális tettet üzenetként értékelni? Na most én korábban is úgy fogalmaztam, mindegy, hogy ki tette, vagy miért tette, ez üzenet az oknyomozó riportereknek, a többi újságírónak, és mondhatnám azt is, hogy a társadalomnak, hogy hiába cseréltek ti főkapitányt, meg ilyen kapitányt, meg olyan kapitányt, mink erősek vagyunk, és nem félünk. Mert ezt a nőt az Irén tényleg elverték, és rendesen elverték, mert hát azért látszik rajta, hogy történt, mert azért műtétet kellett rajta végrehajtani. Csak még a miértjét keressük. Én a miértjével nem vagyok tisztán. Mai egyéb bulvárlapban az jelent meg, hogy Labanc úrnak akartak üzenni ezzel a tettel. Na most... A komment. Először is nagyon sok olyan újságíró ír ebben a történetben most már, akik egyrészt nem beszéltek se velem, se a papával, se egyáltalán az érintettekkel. Ők veszik a bátorságot, és gondolják, hogy olyan szakmai háttérrel rendelkeznek már, hogy íróasztalról lehet-e sztorit írni. Ez legyen az ő gondjuk, meg az ő dolguk. De komolyabban visszatérve, mindenféleképpen egyetértünk a papával abba a vonatkozásban, hogy ez üzenet. Tehát ez hogy aztán kinek akartak üzenni, vagy mi az üzenetnek a konkrétsága, és mi a tágabb értelme. A tágabb értelemben maximálisan egyetértek, erőfitoktatás, pontosan ez, hogy mindegy, hogy milyen főkapitány, meg milyen főember, és akkor most mondok egy kicsit ellent megint, mert mi, a mi emberünk ott van, a mi emberünk
majd intézi, és ezért is mondtam, hogy valamilyen szinten rendőrségi érintettség van. Tehát ez az üzenet értéke a tágabb. A rendőrségi érintettség abból adódik, hogy nem foglalkoznak az üggyel kellő súllyal, vagy maguk esetleg rendőrök is részt vettek ennek az akciónak a kidolgozásában, esetleg végrehajtásában. Én azt mondom, hogy már maga az nonsens, hogy, és akkor a saját ügyeimről nem beszélek, hanem arról, hogy egy nagy tapasztalatú operatív tisztnek ilyen élet tragédiája van. Tehát már ez maga nonsens, és ez már maga azt mutatja, hogy a rendőrségen valami nagyon állati nagy gáz van. Tehát egy Sándor Istvánnak nem itt kéne most mellettem ülni, hanem benne az ORFK-n ezerrel nyomozni, csinálni a dolgát, és kideríteni, hogy mi van emögött. Tehát én erre értettem azt, hogy tehát ezeknél az ügyeknél én mindenféleképpen azt mondom, hogy rendőrségi érintettségnek kell lenni, mert különben akkor nem itt ülünk, és nem erről beszélgetünk. Ugye elhangzott az ön szájában egy másik verzió is, ugye játékfilmet készítenek éppen Kármán Irénnel, és hát egy bizonyos számítógépbe azt feltételezik, hogy valakik belementek, és ott konkrét neveket találtak, és lehet, hogy emiatt történt ez a brutális cselekmény. Na most milyen érdekes ez az összefüggés is. Alapban ugye van egy életveszélyt okozó testi sértés, ami ugye a legjobb jó indulattal is ugye egy megyei kapitányság szintű dolog. Ennek ellenére ugye nemzeti nyomozó iroda azt mondja, hogy mivel újságíró, meg nagy felháborodás, stb. Magunkhoz veszük ezt a dolgot. Na most ezekben az ügyekben, és én kerületi, meg főkapitánysági koromból kiválóan tudom, mert egy pár százat úgy végig nyomozgattam, tehát nem ez az első lépés, hogy a számítógépet le kell foglalni. Tehát itt azért millió más dolgot kell elsősorban megcsinálni. Tehát ez, hogyha a bűncselekmény konkrétságában van vizsgálva, akkor ez nem egy maffia ügy, meg nem egy ilyen rettenetes bor. Ez egy életveszélyt okozó súlyos testi sértés, aminek a BE szerint megvan a leírása, hogy ezt hogy kell nyomozni. Igen, nem csak kezdettől fogva, ugye, igen, ott szerepel a könyv mellette, és az olajos alvilág. Tehát azért nem egy egyszerű bűncselekmény. Tehát még egyszer mondom. Ennek van egy rendőrségi szakmai, rendőrszakmai koreográfiája, ami elsődleges, véleményem szerint, és akkor mellette lehet ezeket csinálni. Nekem egyébként is furcsa, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda egy napja van az ügyben, és rögtön 5 millió forintot felajánl. Ez lehet jó indulat, meg egy kicsit, hogyha úgy értelmezem, akkor ez egy kicsit cinikus. Mert ugye mi az üzenet? Na jöjjetek, adok 5 milliót, ha ezt meg tudjátok fejteni, nem? Ugye egy kicsit olyan cinikus ez a dolog, mert én egy kicsit sokallom az 5 milliót egy igen, ilyen ügyre. Arról is lehet szó, hogy ugye újságíróról van szó, és azt kiemelten kezelik. Természetesen, tehát nézőpont kérdése. Egy viszont biztos, hogy az érzés, amit én próbáltam elmondani tévében és néhány sajtóorgánumnál, nagy valószínűséggel nem lehet rossz, ha az NNI ezt a számítógépet kapja föl egyből, és viszi magával. Na most itt két dolog történhet, mert azért számítógépes emberekkel azért beszéltem erről a történetről néhány másodpercet, tehát két dolog történhet. Egyrészt történhet az, hogy megkeresi, hogy tényleg hogy lépkedtek be, meg stb. De történhet az is, és most megint talán rossz indulatú vagyok egy kicsit, hogy a saját nyomaimat is el lehetem ott tüntetni. Tehát azt is el lehet tüntetni, hogyha én voltam a kíváncsi. Azért mondom, hogy a fontossági sorrend egy kicsit nekem nem életszerű. Először menjünk a bűnöző után, ahogy azt a BE előírja, és akkor, hogyha már nagyon nyögünk, meg nagyon nem megy, akkor kapjuk fel a számítógépet, akkor ajánljunk fel nagyon sok pénzt, hogy meglegyen, de előtte egy kicsit izzadjunk már meg. Nekem az a véleményem, hogy ennek az ügynek a súlya nem abban rejlik, hogy megvertek valakit, és egy újságírót vertek meg, hanem az e körült kialakult helyzet. Mert azért azt tudni, hogy e körül egy belpolitikai vihar keletkezett most az elmúlt pár napban. Mert ennek kapcsán indult meg az a történet, hogy a Dávid Ibolya elnökasszony
határozott kérése fordult a parlamenthez, illetve a miniszter, a kormány és a házelnökhöz, hogy a Pallagféle Olajbizottságnak az anyagait teljes terjedelmével oldják fel. Ugye, ami 80 évvel titkosított volna. Úgy van. Mert ehhez kapcsolódna még az, hogy a mi ügyünket feloldják, amiben mink voltunk. Ebbe viszont nincs olyan súlyú történet, mert már százszor elmondtam, hogy abban nem az a titok, hogy titkok vannak benne, hanem az, hogy mennyi törvénysértést követtek el. De a Pallagféle dologban viszont egy csomó olyan információ van, ami sajnos csak információ és nem tény, és ez nem mindegy. Ez már csak arról lesz alkalmas, hogy az abban szereplő embereket, akik esetleg még mindig magas szinten vannak vagy voltak, azoknak a neve vagy tevékenysége napvilágra kerüljön, hogy lám-lám a nagyon tisztességes urak azért jócskán benne voltak a pénzes zsákba. Ön szerint megoldódna az úgynevezett olajügy akkor, hogyha ezt a Pallagféle bizottsági ügyet, a titkosítást feloldanák? Nem oldódna meg. Csak hiszen ő mondta, hogy nincsenek bizonyítékok, ott mindenki bement a bizottsághoz, aztán mondott ezt, mondott azt, mondta, azt hogy, mondott hogy amazt. Nem tények vannak, vélemények és információk. Én ezt elmondtam egy másik tévéműsorban is, hogy ez arra jó, hogy egy csomó ember most meg lesz alázva, le lesz járatva. Jó, hát ha akkoriban benne volt a jóba, akkor most legyen benne a rosszba, ez is egy elmélet. De magát az ügyet nem fogja előbbre vinni, az fog kiderülni, hogy ki milyen szerepet vállalt annó. Azokban a jegyzőkönyvekben bűncselekményekről van szó? Hát amit én ismerek, arra utalnak, csak nem bizonyítottak, tehát nincs bizonyítva. És miért nem ment tovább az ügy akkor? Miért állt meg a Pallagbizottság? Miért nem ment tovább, hogy a rendőrség esetleg bizonyítékot hozzon? Most elmondom, az én véleményem szerint, mert az illeték, elég sok illetékessel beszéltem én azt követően, hogy engem ebből a 6 hónapból elengedtek, ugyanis arra nem gondoltak, hogy ha kiengedik a palackból a szellemet, hogy az ekkora bajt fog csinálni, és nem lehet visszanyomni a palackba. És akkor látták, hogy itt már több annál, mint ami kellene, akkor megpróbálták a Pallagot ellehetetleníteni. És olyan helyzetbe került, hogy tényleg nem tudott. Pallag úr ellen ugye sorozatban nyertek pereket azok az emberek, akiket kapcsolatba hozott a Zolimafiával. Én nem bántam az igazságszolgáltatást, de ez nézőpont kérdése. Mert azt, amit a Pallaggal csináltak, ez egy csúszság, egy nagy szégyen a magyar társadalomra, hogy egy ember, aki a közjó érdekébe akart tenni, ilyen gyalázatos és alázatos módon megpurcolták, szó szerint eltaposták. Eltaposták. És nem biztos, hogy azoknak az embereknek volt igaza, akik pert nyertek vele szemben. Hát igen, csak azt mondjuk, hogy állnak jogerős bírósági ítéletek, itt pedig beszédek állnak, és nem biztos, hogy Pallag úrnak volt igaza, mert hiszen a tények nincsenek a bizonyítékok mellette. Na de nem is engedték azt, hogy a Pallagnak a tényei bizonyítékot nyerjenek. Miért volt az, mikor én jelentkeztem Pallaghoz tanácsadónak? Kézzel, lábba, tűzzel, vassal tiltakoztak a legfőbb emberek az ellen, hogy én bekerüljek a Pallaghoz ebbe az ügybe, mert én tudtam volna, hova kell nyúlni. Jó, ki akadályozza egyébként ezt a történetet? Kiknek az érdeke, hogy ne derüljön ki? Kik tudnak tevőlegesen tenni annak érdekében, hogy ez mind homályba maradjon? Hát mindenkori hatalom, hát rajtuk múlik. A párton, a politikán, a kormányon, a belügyminiszteren, a titokminiszteren, soroljam még. Igazságügyminiszterem, pénzügyminiszterem, mert az ő alárendeltségbe tartoznak ezek a szervezetek, akik a titkos információkat gyűjtötték. Igen, és tehát az én véleményem az ebben az egész trutymóban, hogy igen, mert sajnos ezt csak így tudjuk normálisan körbeírni. Tehát az a véleményem, hogy az alfa és omegája ezeknek a történeteknek, hogy a titkosítás, mint igazgatás rendészeti vagy rendészeti fogalom, nincs normálisan szabályozva. Nincs normálisan leírva, illetve le van írva, de itt boldog-boldogtalan titkosíthat minden szögből. Az én véleményem, hogy 3-4 olyan történet van, amire azt lehet mondani, hogy ez titkos lehet. Ennek érdek, hogy titkos legyen. Mégpedig mi ez? Ha olyan személy dolgozik egy ügyben, akiről nem akarjuk mindenki tudtára hozni, hogy az a mi emberünk. Most tényleg csak, hogy a nézők értsék. Ez jogossá teszi, hogy azt mondom, hogy kérem szépen, ez legyen államtitok.
Mert ez az ember, ez holnap is kell, hogy dolgozzon, ez ennek az élet biztonságához ez hozzátartozik, hogy a titokban maradjon. Ez legyen titkos. Legyen titkos, amikor súlyos állam érdekek fűződnek ahhoz, hogy bizonyos tények titkosak legyenek. De ne legyen titkos az, hogy mit tudom, egy XY politikus valami szarba lépett. Ez mitől kell, hogy titkos legyen? Vagy az, hogy mit tudom, egy XY rendőr ebbe érintve lehet. Ez mitől kell, hogy titkos legyen? Semmi nem indokolja ezeknek az ügyeknek a titkosítását, viszont vannak olyan emberek, akik hatáskör miatt, mert megadatott neki, hogy hatásköre legyen, egyébként abszolút magyarázhatatlan, hogy miért, hatáskör miatt, bratyi haver címbi alapon gyorsan letitkosítja, és az egész történet már is kivonható a nyilvánosság és a civil kontroll alól. Ez a probléma. Jó, itt ezek a... Jó, bocsáss meg, parancsolj. Ugye ezek az ügyek a 90-es évek elején történtek, az első részében jó részt, tehát mondhatjuk azt, hogy az egyik nagy része elévült. Mi történik akkor, ha most fogjuk, előveszük ezeket a jegyzőkönyveket, hiszen büntetőjogi következménye gyakorlatilag már nem lesz ennek? Ha nem büntetőjogi következményektől tartanak itt már ezek az emberek, hanem itt azért van egy olyan erkölcsi morál, ami azért ezek az embereket valószínű, hogy a nagy társadalom előtt elég rossz színbe tüntetné fel, sőt, mi több a üzletéletben, meg mindenhol. Hát megbélyegeznék őket, még ha nem is 100%-osan bizonyítottan, de azt mondja, tudja, hogy a kabátügy. Tőlen lopták el, de a végén már úgy emlegetnek, hogy tudod, ez benne volt a kabátügyben. Működik ez Magyarországon? Mert nyugaton működik. Itt működik? Nagyon működik, úgyhogy. És ugye ez a történet 1991 és 93 között zajlott, hogy lehetne 14 év után, 14-16 évvel az események után találni ötletgazdákat, meg lehetne találni őket, illetve a tetteseket. Hát ez nem 90 és 93, 91 és 97 között történt ez a... De a többsége 90-93 között történt, tehát akkor ment igazából a nagy biznisz, a szőkítés. Tényleg arra majd beszéljünk, hogy egyáltalán mi volt ez a szőkítés. Nem is, akkor rossz az információ, hadd javítsam ki, mert először nem szőkítettek. Először volt a vámhalasztott. Na, menjünk ebbe bele. A vámhalasztott az úgy működött, hogy kitalálták a jogalkotók, hogy Magyarországra lehet importálni fűtőolajat, gázolajat és benzint, meg bármit, és a vámhalasztott annyit jelentett, hogy ha beérkezett az áru Magyarországra, 15 nap után kellett a vámtartalmat és egyéb adókat megfizetni. Na most 15 nap alatt 10-15 szerevényt be tudtak hozni, magyarul ingyen, mert nem kellett fizetni, érte? És ezek általában a Strómanok nevén voltak ezek a cégek, és mire fizetni kellett volna, eltűntek a Strómanok. Magyarul nem fizetett senki, rájött a VPOP is, hogy ez így nem lesz jó, az államot nagyon nagy kár éri. Ekkor vezették be azt, hogy megfestik az üzemanyagot, és akkor meg tudják különböztetni a fűtőolajat a gázolajtól. Na, de ez sem járt sok eredménye, mert kezdetben a festék nagy része a kanálisba került, majd mikor szorosabb felügyelőre került, akkor bekerültek a tartályokba. Na, de rövid időn belül az okos magyar rájött arra, hogy milyen technikai eljárással lehet ezt a úgynevezett festékanyagot kivonni a gázolajból. És ez volt az az időszak, amikor úgynevezett savazás történt. De ez tényleg sokáig történt, amíg itt nagyon nagy problémák nem álltak benn, és a 96, és igazándiból azzal állt meg, hogy 96-ban a felhalmozott pénzmennyiségek már arra engedték a hozzáértő olajosokat következtetni, hogy gyakorlatilag a hatalmat, bizonyos éjszaka és egyéb hatalmat magukhoz akartak ragadni. A városfelosztás, területfelosztás, stb. És akkor gyakorlatilag 2006. november 2-án történt meg az első ilyen attrakció, előtte is voltak meg ilyen kézigránátdobások, ilyen figyelmeztető jelleggel egyik rivális a másikra, amikor a Prisztást agyonlövik, tehát azzal kezdődik el igazából a durva folyat, mert utána aztán még egy pár ember gyorsan meghal. 96, igen. És akkor van az, hogy 97 koratavaszán januárjában a Horn kormány elrendeli, hogy akkor most itt stop, és átfelül kell vizsgálni az egész olajügyet, robbantásos ügyet, és itt szűnnek meg ezek a szőkítéses történetek. Most hosszú éveken keresztül ment ez a szőkítés, vámhalasztás, stb. Hány ember került börtönbe ez ügyből kifolyólag? Hát Bács-Kiskunba, Csongrádba, Békésbe egy-egy elvétve, de az nem az igazi.
1-1. 1-1. Igen, csak még az előbbiekhez azért tegyük azt hozzá, hogy ne legyen azért ennyire egyszerű a történet. A beszállító, és most nem mondom meg milyen nemzetiségű úri emberek is, a saját kormányaiknál szintén egy hasonló dolgot kijártak. Tehát nem elég, hogy Magyarországon megvolt ez a lehetőség, ez a halasztott vámfizetés, hanem maga az árunak a kifizetése is bizonyos országokba halaszthatóvá vált. Magyarul meg tudott úgy indulni egy teljes szerelvény, hogy se az indító országban nem fizettek érte egy forintot, se itt Magyarországon tényleg gombokért tudott bejönni, és amikor mindenhonnan szépen felvettük a pénzeket, akkor lehetett visszaosztani. Tehát magyarul megfordították a történetet, először jött a benzin, az olaj, a stb., és utána lehetett fizetni. Ez egy óriási dolog volt, mert itt 0 forintból is meg lehetett gazdagodni, és 0 forintú emberek is meg tudtak indulni nagyon komolyan. Igen, most azt mondják, hogy itt kb. 1000 milliárdot eltölt az összeg, amekkora kár ért a több annál, még több is. Most hova lett ez a pénz? Ugye a pénz nem vész el, csak átalakul. Hol van? Hát megvannak ezek. Magánszférába. Mert én annak idején azt mondtam a tisztelt kormánynak, és javasoltam, hogy kérem szépen, ez egyszerű matematika. Húzzunk egy vonalat, rendszerváltás. Igaz? 99-2000. És húzzunk egy vonalat 1997-nél, és nézzük meg, hogy 99 előtt milyen volt, milyen vagyontárgyakkal, milyen pénzösszegekkel rendelkezett az illető, és mondjuk 97-ben milyen pénzösszegek és vagyontárgyakkal rendelkezik az illető. Valahogy ez nem talált fülekre, hallófülekre. Abban az időben mondta azt a vagyonvizsgálatot, amit most ugye 10 000 személyre gyakorlatilag elvégeznek ebbe az évben. Hát igen. Bizonyos időszakra visszamenően, tehát 5 évre. Mert gyakorlatilag akkor lehetett volna igazán megcsinálni, kiszűrni azt, hogy hát miből gazdagodtuk meg című fejezet. Jó, igen. Az lenne a kérdésem, hogy a Parlamenti Vizsgálók Bizottság előtt felmerültek ugye közismert személyek nevei, Lezsák Sándoré és Pintér Sándoré is, összefüggésbe hozták az olajügyekkel, olajosalvilággal, de ugye mindegyiket felmentették a vád alól, de önök sem mondtak még konkrétan egyszer sem konkrét neveket, hogy kik tartoznak, hogy mikor fognak kiállni és neveket mondani, konkrét neveket. Na, gyakorlatilag azért nem tettem, legalábbis én, mert gondolom a Feri sem teszi azt, mert nem szeretnünk mégis egy peres eljárás áldozatává válni, és mondjuk horror büntetéseket fizetni, mert nem biztos az, hogy ha igazunk van, akkor is mi nyerjük meg azt a pert. Mert azt mondja a bíró, hogy nem az az érdekek, és kinek van igaza, mit tud bizonyítani. És a bizonyítás az egy relatív dolog. És nézőpont kérdése. Viszont az biztos, és hagyd legyen itt akkor át a fonalat, az viszont biztos, hogyha lenne egy ilyen ideális történet, hogy akár a papáz, vagy akár hozzám, és azért tudunk erről mi így beszélni, felelős vezető odajönne, és azt mondaná, hogy na, drága papa, vagy édes Ferikém, nagyon sokat jártattad a szádat, de légy szíves, akkor most itt van pénz, paripa, fegyver, és akkor tessék, lehet menni, tessék, meg lehet csinálni. Na de abban az időben na most pénz, paripa, fegyver, pillanat. Mikor még rendőrök voltak? Ne. Tehát abban a pillanatban én azt mondom, és szerintem a papa is azt mondja, hogy bizonyos idő után korpusszal becsomagolva le is rakjuk az asztalra. Addig nem lehet neveket mondani, amikor még csak azt mondom, hogy tudom, de nem tudom bizonyítani. Tehát tudom, hogy mi a megfejtés, mert annyira nem vagyok buta srác, vagy nem vagyunk annyira buták, hogy ne lássunk át ezen a történeten. Az, hogy átlátjuk az összefüggéseket, és hogy bizonyítjuk ezt a történetet, az egy két külön dolog. Na most, amit kérdezel, hogy amikor rendőrök voltunk a saját pályáinkon és a saját vonalainkon, mi azért elég, hogy mondjam neked, elég keményen kaszaboltunk. De hát nekünk nem volt nagyon sokáig, és azt hiszem nem is lesz ilyen rendőri egység soha többet. Tehát nem volt olyan lehetőségünk,
hogy gond nélkül átjárhassuk ezt az egész pályát. Na most a másik oldal, mivel nincsenek törvények és nincsenek áthághatatlan akadályok, ők teljes mellszélességgel tudják csinálni a dolgaikat. Míg a rendőri oldal ugye mindig egy kötött, adott pozícióból dolgozik. És úgy, hogy mellette számtalan törvényt be kell tartania. Természetes, hogy ez így nagyon nehéz. De hogyha, tehát még egyszer mondom, hogyha a politikai akarat egyszer azt mondja, hogy urak, tessék, itt van ez, itt van az, a cél, hogy tessék kideríteni és korpuszt hozni. Én biztos vagyok benne, hogy meg lehet oldani. Eljön ez az idő? Meg szerint? Nem. Nem, ez a Feri felvetés, ez nagyon jó, csak nem életszerű szerintem, igen. Mert nem életszerű. Egy, két dolog miatt. Mi már régóta nem vagyunk a pályán, tehát én személy szerint nem is mennék vissza. Mert itt ígérhet mindenki aranylovat, aranynyerget, meg minden, de valójában belül is mögötte nem ez áll. Az első adott alkalommal, amikor hibáznunk, vagy véletlenül hibát vélnének, úgy keresztül döfnének, ahogy illik. Tehát magyarul keresztre feszítenének, és megmondták, na látod. Annak idején volt egy KBI, ami kimondottan a nagy ügyekre szakosodottan jött volna létre, de rövid életű volt. Rettegtek is tőle országosan, még a szakmán belül is, mert ugyanis ezek voltak azok az egységek, amiket nem lehetett eltántorítani dolgoktól, nem volt alárendelve egyetlen megyei főkapitánynak se, senkinek sem, tehát ezért nem kellett engedélyt kérni, vagy egyetértést kérni, hanem csináltuk a dolgunkat. Jó, akkor mielőtt tovább mennénk a téma poncolásában, akkor nézzük meg a második bejátszásunkat is. Aktuális eseményt is összefüggésbe hozott az egykori olajszőkítőkkel az egyik kereskedelmi televízió reggeli műsorában. A rendőrség egykori felderítő tisztje, Sándor István szerint ez lehet az oka annak, hogy az újságírót el akarták hallgattatni. Kármán Irén írta a Szemben a maffiával című könyvet, ami az olajszőkítéssel kapcsolatos bűncselekményekkel foglalkozik, illetve filmet is forgatott a témában. Sándor István szerint a 90-es évek közepén történt olajszőkítésből sokan olyan vagyonokat halmoztak fel, amely jelenleg is hatalmat és befolyást jelent. Kármán Irén azzal, hogy pár héttel ezelőtt a nyilvánosság előtt aktuális bűncselekményekkel hozta összefüggésbe őket, veszélyt jelentett számukra, ezért akarhatták elhallgattatni. Február 28-án azt állította, összefüggés van a Móri mészárlás és az olajszőkítők között. Január 4-én a kocsijukban összeégve megtalált mezőszilasi Prikkel házaspár kapcsán is emlegette az olajosokat. Kármán Irén újságírónőt péntek este Budapesten a 20. kerületben támadták meg. Megverték, megkötözték, majd egy autóba tuszkolták. Egy horgász talált rá nem sokkal éjjel 11 után a Lágymányosi híd és a Petőfi híd között a Dunaparton. A megkötözött nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Jelenleg nincs kihallgatható állapotban. A független hírügynökség megkeresésére a Szent János Kórház ügyeletes orvosa úgy tájékoztatott, hogy az éjszaka összevert nő sérülései továbbra is életveszélyesek, de sikerült stabilizálni az állapotát. Időközben az már túl van az életveszélyen Irén, hála Istennek. Miközben ment a bejátszás, Sándor István itt élénken bólogatott, amikor arról volt szó, hogy az olaj bűnözésből megszerzett pénz ma is komoly befolyást és hatalmat jelent. De kiknek? Szóval ezt nem tudjuk megfejteni, kiknek? De akik részesé voltak az olajhaszonnak, tehát akik az olajszőkítésben vámhalasztottak. Politikusokról beszélünk, pártokról, nem rendőrökről, ügyészekről, vagy kikről beszélünk, mert ez megfoghatatlan történet. Gyakorlatilag ebből a pénzből jutott mindenkinek. Jutott a pártoknak, jutott az alvilágnak, és még ki tudja kiknek. Kupa Mihály éppen tegnap nyilatkozta az egyik kereskedelmi tévében, hogy ugyanígy, hogy soha nem fog kiderülni, mi történt valójában, és hova lett a pénz. Valószínű, hogy így lesz, hogy soha nem fog kiderülni. Ugyanis senkinek nem áll érdekébe, hogy kiderüljön. De például önöknek igen? Nem biztos az már. Már nem? Egyáltalán nem biztos az már ezek után. Nekem azzal van problémám, hogy az előbb azt említette Labanc úr, hogy ha lenne pénz, paripa, fegyver, akkor szállítanák itt az elkövetőket. Lehetséges? 16 év után lehetséges ez? Büntető jogilag ezek az emberek már nem vonhatók felelősségre, ezt már elmondtam sokszor. Itt maximum egy erkölcsi csapást lehetne mérni, de nem tudom, megérje.
A rendőrség nem hitt, mai hírek szerint azt hallottam, hogy nem hisz Kármán Irénnek a történet. Én nem hallottam még ezt a hírt, gyakorlatilag ezt tőlük kellene megkérdeni, mert nem tudom, mire alapozzák, hogy nem hisz, valószínűleg több információjuk van, mint nekünk. Viszont Kármán Irén hülyeségeket beszélőnek titulálta a tegnapi nyilatkozatában önt. Mi történt önök között? Hogy mi volt ez a... Az egyik internetes portálon, bocsánat, meg segítek összefoglalom. Az egyik internetes portálon megjelent egy hír, Kármán Irén nyilatkozott az internetes portálnak, és azt állította, hogy ön ártott ennek az egész ügynek azzal, hogy hiteltelen személyeket állított elő, hiteltelen személyeket szólaltatott meg, és egyébként is hülyeségeket szokott nyilatkozni, egészen pontosan így hangzott. Hát ez majd kiderül a végén, hogy ki nyilatkozik hülyeséget, és ki állít hiteltelen személyeket. Önök már nincsenek jobb egyébként? Nem vagyunk haragban, csak miután én azt mondtam egy történet kapcsán, hogy elárult a mi ügyünket, én igazándiból úgy gondolom, hogy nincs miről sok mindenről tárgyalni. Az előbb azt mondta, hogy nem érdekel már senkinek, hogy kiderüljön. Akkor mi az, hogy mi ügyünk? Azt mondta, hogy önnek se érdekel már. Pillanat. Hát nem valószínű, mert nincs jelentőség, hogyha kiderül, mert nincs büntetőjog, mert nem mondható felelősségre. Hanem itt azért történtek olyan dolgok, hogy itt azért voltak olyan bizonyíték dokumentumok, papírok, amivel esetleg valakinek lehetett volna problémát csinálni, vagy ártani. De már nincsenek meg, mert nincsenek a birtokomban. Mennyire volt benne az igazságszolgáltatás abban, hogy ezekből az ügyekből semmi nem lett? Tehát az ügyészek, a rendőrök? Megmondom őszintén, ez nagyon nagy súlyos kérdés, és súlyos lenne bármit is válaszolni rá, inkább erre nem kívánok válaszolni. Mert lehet, hogy holnap után gyakorlatilag megint meg fognak találni valamivel, hogy rossz hírét keltettem ennek vagy annak a hivatalnak, és valamilyen címszólat indítanak egy eljárást. Ez könnyen előfordulhat. Önnek igazából nem itt kellene ülnie, ugye, hanem a Nemzeti Nyomozóirodának, akik erre az időpontra beidéztek, de hála Istennek sikerült elintézni, hogy még itt legyen. Nagy fogok menni. Tud érdemi információt adni egyébként a nyomozóknak ebben az ügyben? Elképzelhető. Igen. Labanc úr, önök milyen témában dolgoztak együtt a megvert újságíró hölgyel? Igen. Olaj? Nem. Nem is. Én úgy hiszem, hogy mint a méhecske elkezdtük összehordani a történeteket egy forgatókönyvszerű dologba, és ez egy nagyon nyers anyag. Ebben benne van az Irénnek a saját elképzelése, benne van az én elképzelésem. Tehát egy olyan anyag ez, ami még bármi is lehet. Tényekre alapul? Bármi vagy is fikció? Na most az az érdekessége egyébként ennek az anyagnak, hogy ez nyers dokumentum. Tehát az a dokumentum halmaz, amit én végigéltem az úgynevezett kátáni időszakban. És sajnos, és ebbe valóban van némi felelősségem, sajnos a résztvevők azok eredeti néven futnak. Na most az én teóriám szerint, ne legyen igazam, az én teóriám szerint ezt érintett elolvasván, jöhetett egy olyan téves elképzelése, hogy ez így is fog filmé válni. Na most akkor azt mondom, hogy teljesen érthető a rettenetes felindulás két ok miatt. Először is nyilvánosságra kerül az ember minősége. Kettő, nem is tud ellene védekezni, mert maximum azt mondja, hogy ez a Labanc, ez mindenfélét összehord, na de hát ez a Labanc, ez már akkor, amikor a Kattani miatt megkurcolták, már akkor rendelkezett azzal az dokumentum háttérrel, hogyha bárki azt mondaná, vagy mondhatná, hogy hát nem igazat mondok, akkor én oda tudom elé tárni, és tudom mondani, hogy hát öreg, ez a tényanyag, és akkor innentől kezdve vitatkozunk arról, hogy ki mit hazudik. Hogy a nézők is értsék, bocsáss meg, ez a Kattani csoport, ez nem olajügyekben nyomozott, hanem milyen nem, ügyekben? Nem. Tehát ez a Kattani csoport, ez 1990. decemberében
Túrós András, Markos György, és az én jelenlétembe született meg. Ez az egész látomás, ami akkor még csak egy elképzelés volt, hogy az összefonódásokat, a nagy összefüggéseket csak úgy tudjuk felderíteni, ha egy apró, kislétszámú, de szellemébe igen erős operatív egység elkezd teljes hatáskörrel, magyarországi teljes hatáskörrel nyomozni minden megkötés nélkül. A legmodernebb felszereléssel, a legmodernebb fegyverzettel és a lehető legnagyobb anyagi támogatással. Így indul el a Kattani... Ez egy ilyen elit csoport lett volna. Igen, a Kattaninak apostrofált egység, aminek volt egy ötfős operatív magja, sokan voltak még ebbe egyéb iránt, mert egy-két embertől visszahallottam, hogy sérelmezték. Tehát volt neki egy ötfős mag, amely ötfős magnak semmi nem volt megmondva. Magyarul azt mondták, hogy gyerekek, elég sok mindent leraktatok már az asztalra, csináljatok, amit tudtok. Kész. Amit mi csináltunk, ezt követően volt egy vizsgálati részleg, egy sokkal nagyobb létszámú vizsgálati részleg, amelyik arra volt utasítva, hogy amit mi felhámozunk, felhántunk, az tessék szakszerűen a lehető legnagyobb szaktudással kinyomozni, levizsgálni. Na most ennek a történetnek az lett a vége, hogy augusztus 7-ével megszüntetik, parancsba megszüntetik ezt a dolgot, és akkor 8 hónap alatt, ami még a magyar rendőrségen még közelébe se volt egység ilyen volumenben, ez az egység 8 hónap alatt felderít 314 rendbeli bűncselekményt, és eljárást indít 218 vagy 216 ember ellen. Ezek olyan, és ez... Köztük voltak ismert emberek mondjuk, is? Természetes. Ezt azért tudom ilyen pontosan, és azért nem tudja senki, nem senki, de körülbelül 10 ember még tudja ilyen pontosan. Ezt azért tudom ilyen pontosan, mert az összefoglaló jelentést két ember írja. Effektíve én írom, mint készítő, és Illés Gyula, mint közvetlen parancsnok írja alá. Tehát az összefoglaló jelentést, ami körülbelül egy olyan másfél méter magas anyaghalmaznak az összefoglalója, ezt én írom, és Illés Gyula, az összefoglaló jelentés körülbelül 40 oldalas, és ezért tudom pontosan ezeket az adatszámokat. Tehát ilyen a magyar rendőrség történetébe, tehát még közelébe se voltak ilyen eredmények. És mi lett a végeredménye? A végeredmény a következő, és ez az egészben a megdöbbentő és a borzalmas, hogy jelen pillanatban, tehát én voltam az utolsó mohikán, én azért elég sokáig elhúztam ezt a küzdelmet, de 93-ra a Kattani operatív magból már nincs senki a testületnél. Tehát mindenki le van mészárolva. Én megnyerem ugyan a pereimet, és 94 augusztusába visszakerülök, de 94 augusztusától 2002-ig én olyan háborút vívok a belső vezetéssel, amit még a kollégáim is úgy apostrofáltak, hogy hát egy elmebeteg dolog, amit veled csinálnak. Tehát amit szakmai szinten úgynevezett szivatást el lehetett képzelni, azt velem elsütötték és megcsinálták. Ebbe egy közös Sándor úrral, meg igen, igen. Na most nagyon, nagyon érdekes ugye, hogy 91-ig én úgy megyek előre szakmai szinten, mint a rakéta. Tehát itt a Magyar Népköztársaság ösztöndíjasától kezdve alhadnagy leszek úgy, hogy semmilyen iskolai végzettségem akkor még nincs, és ügyre tiszté léptetnek elő, amit megint csak akkoriban még példátlan volt. Tehát odáig ajnározva vagyok, meg hú de jó, meg milyen klassz, és onnantól kezdve, mint hogyha elmebeteg lennék, onnantól kezdve, mint egy
mert egy ilyen rákos daganatot próbál a vezetés kilökni a testület testéből. Mi lett azzal a másfél méter magas irathalmazzal? Igen. Na most ennek is van egy nagyon érdekes története. Ezt a... most próbálok úgy, mivel ez a, igen, tehát ezt a régi rendszerben úgy hívták, hogy operatív feldolgozás, ezt most már nyugodtan mondhatom, mert most már máshogy hívják. Tehát ennek az operatív feldolgozásnak a teljes anyaga az le van ugye titkosítva. Ez annyira le van titkosítva, csak egy érdekes példát mondok, hogy a 90-es évek vége fele egy furfangos életvédelmi zsaru valamire nagyon kíváncsi volt, és én tudtam, hogy az anyagban megvan. És mondtam neki, mert mondom, hogyha sehol nem tudod előásni, akkor annyit segítek, hogy a Kátánynak az anyagába, és akkor mondtam, amit itt most nem mondhatok, hogy milyen dossziéba meg lehet találni, hát mondom, talán engedik, hogy belenézzél. Leadta a szolgálati jegyet, hogy szeretne beletekinteni, nem elvinni, nem tanulmányozni, csak beletekinteni, kérem szépen, fél órán belül hivatták és közölték vele, hogy már nem kell, hogy az életvédelmen legyen, hanem a kerületi kapitányságon lehet erősíteni a munkálatokat. Ezért ez borzalmas. Tehát titkosak a parlamenti vizsgálóbizottsági jegyzőkönyvei, titkosak a Kátáni csoport tevékenységére vonatkozó iratok, titkosak a papa elleni eljárás iratai. Milyen országban élünk? Egy nagy titkos országban. Igen. Én megfogalmaztam meg pár, hogy milyen országban élünk, de nem demokráciában, az biztos. Ha nem? Hát én azt mondtam sokszor, hogy nem demokrácia, hanem despotizmus. Jó, van egy harmadik bejátszásunk, ugye? És akkor nézzük meg szerintem. Kérjük a kollégánkat, hogy akkor adják be a képsorokat. Részlet Kármán Irén blogjának egyik bejegyzéséből, amely megverése után született. Nem szeretném, ha politikai pártok felcsimpaszkodnának az ügyre, a személyes tragédiámra, már csak azért sem, mert az MDF-nek és a Fidesznek jelentős szerepe van abban, hogy a Pallag László féle olajbizottság munkáját ellehetetlenítették. Nem adták meg a segítséget ahhoz, hogy a bizottság kiderítse, milyen kapcsolatrendszer állt a rendszerváltás utáni legnagyobb bűncselekmény sorozat mögött. Ebből az álszent szolidaritásból nem kérek, hiszen ez ellen harcolok. Tehát kifejezetten álszent a Fidesznek a magatartása, és meg kellene nézni azt is, hogy az MDF milyen politikát folytatott annak idején. Elég csak a fűtőolaj és dízelolaj ártámogatása közti különbségre gondolni, ami lehetővé tette az olajjal való visszaélést. Annak ellenére tette ezt az MDF kormány, hogy, amint a filmemből kiderül, Bot Péter Ákosnak felhívták a figyelmét annak idején arra, hogy nem jó, ha eltávolítják egymástól a kétféle olaj árrését. Továbbá késlekedtek a jövedéki törvénnyel, és bizonyos cégeknek halasztott vámfizetési kedvezményt biztosítottak, amivel további több százmilliárdos kárt okoztak a magyar államnak. Hiszen, mint tudjuk, a cégek a vámtartozások és a köztartozások elől rutinos jogászok által kimunkált jogi technikai manőverekkel megkerülték a fizetési kötelezettséget, úgyis, mint korlátozott felelősségű társaság, amely a törzs tőkéjét messze menően meghaladó vámtartozást halmozott fel, továbbá hajléktalan vagy nincs telen beltag a betéti társaságoknál. Amikor pedig az olajügyekkel kapcsolatos visszaélések felderítése került napirendre, éppen a Fidesz által vezetett kormányzat volt az, amely megakadályozta a bizottság tisztánlátását azzal, hogy a Polt Péter által vezetett ügyészség többek között késleltette a magyarországi olajtérképek átadását az olajbizottságnak. Tehát eleve álszentnek tartom, hogy amikor napirendre kerül ez a korrupció, akkor a velejéig korrupt pártok jelentkeznek be elsőnek az ország megmentésére. Van itt elég muníció az MDF-en és Fideszen kívül, például a civil társadalom megerősödésében, mert az emberek értik, hogy miről van szó. A kormánynak is felelőssége, hogy megszabaduljon azoktól a politikusoktól, akiknek a neve elkopott az olajjal kapcsolatos gazdasági bűncselekmények elkövetése során. Számoljanak el a pártpénzekkel. Minden párt többet költött a kampányra, mint ami neki járt. Éppen ezért feltehető, hogy olyan forrásokból érkezett a pártokhoz a pénz, ami az alvilághoz köthető. A gazdasági maffia tolja a pártok szekerét. Honnan is lenne ennyi pénz különben? A politikusok magánvagyona miből kezdett el gyarapodni? Az MSZP felelőssége az, hogy megállítsa ezt a folyamatot.
Én azt tartom kifejezetten méltatlannak, hogy még jelenleg is a nyilvánosságot akarják mindenáron magukhoz ragadni bizonyos politikai csoportok, és túl akarják harsogni azt a helyzetet, hogy itt van egy összetört nő, aki egyfolytában azt szorgalmazza, hogy nem mellé beszéljünk, hanem konkrét ügyek feltárását tegyük lehetővé. Azok az erők kiabálnak leginkább korrupcióról, akik a legkorruptabbak. A nyilvánosság alkotmányos joga a választóknak, aki nem tud mérlegelni, szelektálni, ha nem tudja, hogy a jelölteknek milyen múltjuk van, miben vettek részt, miből gyarapodtak. Az általános titkosítást semmi nem indokolja, erre több ombudsmani vélemény felhívja a figyelmet, ezért oldja fel a titkosítást a kormány, és járuljon hozzá, hogy egy igazi jogállamban élhessünk. Álszent az a politika, amely a nyilvánosságot eszközként használja, és nem az igazság felderítésére, és az embereket pedig különböző kiragadott üzenetekkel akarja manipulálni. Tehát Kármán Irén a blogjában azt írta, hogy minden politikai oldal sáros gyakorlatilag. Ugyan, tökéletesen igaza van. És ugye teljesen érthetetlen, hogy akkor ez a sáros oldal most miért ilyen lelkesen ugrik rá az ügyre, és mondja, hogy akkor derüljön ki az igazság. Mert politika. Ezért ugrik rá. Jó, itt szó volt egy civil kontrollról is ebben a bejegyzésben. Milyen civil kontroll működhet itt Magyarországon, mondjuk ebbe az ügyben? Ha a rendőrség sem tudott semmit tenni, önök sem tudtak semmit tenni személy szerint, Kármán Irén a könyvön kívül idáig még nem sokat tudott tenni, milyen civil kontrollról beszéltünk? Gyakorlatilag, ha létre lehetne hozni egy olyan civil kontrollt, ami független a pártoktól, független a hatalomtól, és gyakorlatilag olyan jogokkal van felruházva, hogy belenézhetne mondjuk rendőrségi, ügyészségi, és egyéb... És ezt kihozná létre, ha mindentől független? Hát gyakorlatilag... A kormánynak, mindenki uralmon lévő kormány tud erre, vagyis a parlament tudna erre felhatalmazást adni, ezt a parlamentnek kellene. Már nem független, mert pártok ülnek a parlamentben. Igen, na de véleményem szerint, akik ennek tagjai, ezeknek nem lenne szabad, hogy a pártoknak is tagjai legyenek. Mert nincs párt elkötelezés, mindegy, hogy a pártok ülnek. Jó, csak hát, hogyha abba indulunk ki, hogy mindegyik párt korrupt, nem tudni, hogy honnan a pénzük, gyanús ügyekben vannak benne, akkor világos, hogy valószínűleg nem olyan embert fog választani ebbe a civil csoportba, aki esetleg ki fogja deríteni az ellene szóló. Nem így vélemény szerint nem így kellene működni. Akik ebben részt vesznek, egy olyan operatív ellenőrzésen kellene, hogy átessenek, akikről nem lehetne kideríteni semmi olyat, ami esetleg kétségesé teszi az ő tisztaságát és az ő alkalmasságát. Tehát támadhatatlan személyekről beszélünk. Úgy szó szerint. Jó, de még mindig az a problémám, hogy a pártok fogják kiválasztani ezeket a támadhatatlan személyeket. Hát bármelyik párt is olyan buta lenne, hogy olyan személyeket választ ki, aki az ő sáros ügyeit fogja kideríteni a következő... Biztos, hogy nem. És itt, azt hiszem, itt megfogtuk a lényegét ennek a történetnek. A civil kontroll akkor működhet, és akkor működhet jól, hogyha bent lévő a prominens személyek ellenérdekeltek. Magyarul az az érdekük, hogy feltárjanak. És itt jöhetnek szóba azok a volt rendőrtisztek, illetve azok a volt szakemberek, akik ugyanúgy, ahogy érzelmi úton szolgáltak egy rendszert, és az szembeköpte őket, ugyanúgy érzelmi úton, természetesen azzal a kritériummal, hogy teljesen tiszták maradtak, ugyanúgy érzelmi úton haladnak a rendszer hibáinak a feltárásában. Magyarul olyan érzelmileg elkötelezett, elleni érdekelt szakembereknek kell ebbe menni, amire a másik oldalnak válaszol, a működésre válaszolni kell tudni. Na, hogy jön össze ez a csoport, az érzelmi emberekkel? Levezethető, mert mindig lesznek, és mindig is voltak, csak hát az előző rendszerben azért erre sokkal jobban odafigyeltek, mindig is lesznek olyan emberek, akik a felderítés során érdekszférákba fognak ütközni. Nagy valószínűséggel ezek az emberek el is fogják veszteni ezt a csatát, mert ugye így születnek a hősök. Na most ezeket kell egy kicsit összefogni, és mint egy visszavágási lehetőségként megadni azt a lehetőséget, hogy jó, nincs semmi probléma, tessék akkor megnézni, hogy
mit rontottak el. Igen, ez ilyen olasz típusú tiszta kezek mozgalom lenne? Igen. Jó, csak nekem az a problémám ezzel, hogy akkor kiad nekik eszköz, kiad nekik jogkört. Hát ugyanaz a politikához lyukadunk ki, mint az előbb. Tehát én azért nem értem ezt, hogy jönne létre ez a tiszta kezek mozgalom, mert Magyarországon a politika nagyon fontos szerepet játszik szinte a mindenben. De ha a politika és a parlament felruházná bizonyos jogokkal és megfelelő eszközökkel minden ezt a úgynevezett csoportot, de viszont nem határozná, nem szólna bele a tevékenységükbe. Így van. Nem határozná meg, hogy eddig és ne tovább, vagy addig és ne tovább. De önök komolyan elképzelhetőnek tartanak egy ilyen jogkört? Tehát ezek a politikusok, hát valószínűleg saját maguk ellen nem csinálnak ilyen hagybaszúrást. Tehát nekem ez a problémám a tiszta kezek mozgalommal, mert ugye Dávid Ibolya is emlegette tegnap, hogy létre kéne hozni egy ilyen mozgalmat, de hogyan? Na de ő a politikusokból akarja létrehozni, vagy például jókat mulatok, mik mondják, parlamenti vizsgálóbizottság. Egy. Szakmailag hozzá nem értő emberek. Nem működik. Mert az, hogy valakinek politikus lett a neve, nem biztos, hogy érti is, amit csinál. Például most is, hogyha feloldják ezt az úgynevezett operatív dolgokat, meg parlamenti jegyzőkön, most neki fog állni egy csomó politikus, aki előtte lehet, hogy nagyon jó mezőgazdász volt, vagy vendéglátós, vagy akármi, de a sorok között nem fog olvasni. Gyakorlatilag el fognak sikkadni a papírhalmaz fölött, és a lényegre törő dolog nem fog megint kijönni. Nem véletlen egyébként, hogy ez, hogy operatív tiszt, és ezt nagyon sokan beszélnek ezekről a dolgokról, és mégse tudják. Az operatív tiszt az egy eszencia. Az nem születik 23 évesen, az nem lesz 35 évesen. Az egy eszenciális dolog, és amikor egy operatív tiszt effektíve tud már dolgozni, és már játékká válik a szakmája, az egy óriási nagy tapasztalati halmaz, és egy nagyon magas szintű rendőri tudásnak az eszenciája. Tehát itt ezek az operatív tisztek, ezek nem kitermelhetők, az vagy lesz, vagy marad ahol. Közben van egy telefonálunk. Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyné vagyok. Szeretném megkérdezni önöket, hogy nem tudom, hallották-e, 90-91 táján volt egy rádióműsor. Abban az volt a téma, hogy nyilatkoztak fiatalok. És azt mondták, hogy ők mindenhová be fognak épülni a rendőrséghez, a bírósághoz, és mindent el fognak foglalni. Nem tudom, ez a riport aztán soha többet nem folytatódott, hogy akkor nem nézek utána, hogy ezekkel a fiatalokkal vajon mi lett. Ez a kérdésem. Köszönjük szépen a telefonját, viszontlátásra. Nem tudunk erről semmi. Viszont talán még egy... Nem, már nem. Nincs telefon. Hát sajnos lejárt a műsoridőnk, köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. Legközelebb Közélet Extra jövő héten, ugyanebben az időben.